A Józsa András kórház egyik legrégebbi épülete a sebészeti tömb, ahol szerdán az épület negyedik emeletén ünnepélyes keretek között vágták át az új Józsa Med Hotelt megnyitó szalagot. Az eseményen a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház vezetősége köszönetet mondott a beruházás anyagi hátterét biztosító Master Good cégcsoportnak, amely mindegy 285 millió forintot ajánlott fel az intézmény korszerűsítésére. A mai magyar egészségügyben ugye borzasztó nehezen tudunk ötről a hatra haladni, nehezek a finanszírozási viszonyok, a kórházaknak a pénzügyi ellátása, a kórházaknak a gazdasági előremenete nagyon nehéz, és épp ezért azt hiszem, hogy ennek az egyik legfontosabb üzenete, hogy egy ilyen nagyszerű felajánlással azt gondolom, hogy hosszú évekre, évtizedekre meg lehet alapozni egy osztály bizonyos osztálynak, részlegeinek az előrehaladását, és az, mert nyilván azt kell lássuk, hogy a állami finanszírozásból véhetően nem tudtuk volna ezt a ilyen színvonalon biztosan, de egyáltalán ezt sem tudtuk volna kivitelezni, és ez a nagyszerű felajánlás ez lehetővé tette azt, hogy ez a gyönyörű hotel itt kialakuljon nálunk, és nyilván a betegeink ebbe tudjanak gyógyulni. Ajzner Éva megbízott főigazgató azt mondta, bár a magasabb színvonalú kórházi elhelyezés nem lesz ingyenes, a szükséges kezeléseket, illetve vizsgálatokat a TB az itt elhelyezett betegek esetében is támogatja. Nagyon fontos azt látni, hogy a többletköltség az kizárólag a hotel elhelyezés szempontjából merül fel. Az egészségügyi szolgáltatásnak valamennyi szegmense TB támogatott marad az itt fekvő betegek számára is. Tehát az ápolási személyzet munkája, a diagnosztikai vizsgálatok, a sebészeti beavatkozás maga, az orvosi vizitek, azok mind-mind TB támogatottan fognak a továbbiakban is történni. Csupán az extra hotel helyezés az, amiért többlet díjtételért fordulunk a betegekhez. Kovács Ferenc Nyíregyháza polgármestere beszédében kiemelte, a kórház számára nyújtott felajánlás példaértékű gesztus a cégcsoport részéről, és ez fontos üzenetet hordoz a társadalmi felelősségvállalás szempontjából. Bárány László ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, a cégcsoport mintegy 2500 munkavállalója él Szabolcs-Szatmár-Berekben, rájuk is gondoltak, amikor elhatározták, segítenek a kórháznak. Az üzenet úgy szól, hogy azok a vállalkozások, akiknek a lehetősége, az anyagi eszköz rendszere megengedi, ha nem is ilyen nagyságrendben, fogadjanak örökbe egy kórtermet vagy kettőt, és hajtsák végre azokat a korszerű, javító és magas minőségi értéket megtestesítő beruházásokat, ami alapján ők is úgy fognak este lefeküdni, és másnap reggel felkelni, hogy ma valami értékeset és fontosat tettem. Bárány László hozzátette, az egészségügy támogatása nem csak nemzetgazdasági feladat. Ennek jeleként korábban Kisvárdán 5 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyebeli nagyvállalattal közösen 20 millió forint értékű ultrahang készüléket adományoztak a Szent Damján Görög Katolikus Kórháznak. Emellett pedig a Bárány család olyan kulturális eseményeket is jelentős összegekkel támogat, mint a nyíregyházi Kappan Fesztivál, vagy épp a több mint egy héten át tartó Vidor Fesztivál.